Tudtam, hogy egyszer el fog jönni az is, amikor ismét kézbe veszek majd egy Clive Barker könyvet, ezúttal egy korábbi megjelenést, és aztán elkezdek azon aggódni, hogy mennyit fejlődött az öreg, és hogy mennyivel gyengébbnek tűnnek a régi munkái. Na, pont ez az érzés lett rajtam órá, miközben olvasgattam a Kárhozat című regényét, ami az első publikált regénye volt. Novellák és kisregények után már inkább ilyen szép, nagy, hosszú regényeket kezdett publikálni, amire a legjobb példa a magyarul még nem olvasható Imagica. Ez egy gigászi behemót könyv, de ugye, hogyha az eredeti verzióját nézzük a korbásnak, az se rövid. És azért féltem egy kicsit a Kárhozattól, mert az a tapasztalatom, hogy azok a szerzők, akik novellából vagy kisregényből ugranak át nagy regénybe, és ezt a feladatot sikerrel szeretnék teljesíteni, azok elképesztően túlírják magukat, és ezt a stílus nehéz lesz levetkőzni a későbbiekben. Nos, a Kárhozat egy tipikusan ilyen regény lett. Aki esetleg a Barkernek a frissebb regényeit olvasta, például előbb volt a kezében a Korbács, vagy az Abarát, vagy esetleg a Pokolkeltő, akkor az lehet, hogy egy kicsikét csalódni fog, hogyha ezt a könyvet veszi a kezébe, mert most először így a bemutató elején leszögezem, hogy a Kárhozat egy elég fejletlen Barker regénynek tűnik a későbbiekhez képest. De miért részletesebben belemennék a kritikai részbe, beszéljünk egy kicsit arról, hogy a könyv miről is szól. A főszereplőnk Marty Strauss, egy elítélt, akinek hirtelen felkiállnak egy lehetőséget a szabadulásra, egy nagyon befolyásos ember, egy multimilliárdos, bizonyos Joseph Whitehead szeretne magának egy új testőrt, és Marty valamiért megtetszik neki, mint potenciális testőr, és Marty kap egy lehetőséget, hogy bizonyítson, kiválasztják, és így szabadulhat a börtönből. Gyakorlatilag leteszik érte az óvadékot, és kihozzák, elmegy ennek a gazdag fószernek a birtokára, és rövid időn belül fel fog neki tűnni néhány apróság. Hát, hamar kiderül, hogy hogy Mr. Whitehead nem éppen e világi hatalmakkal cimborált, tehát a vagyonát nem természetes úton szerezte, hanem szó szerint alkot kötött egy ördögi teremtménnyel, és aztán az is kiderül, hogy ő megszegte ennek az ördögi teremtménynek tett alkúnak a ráeső részét. Miután megkapta a mesés vagyont, utána mindent megtett, hogy megszabaduljon ettől a hamis kártyástól, akivel évtizedekkel korábban a varsói bombázások idején a II. Világháborúban találkoztak Lengyelországban, és ott játszottak egy partit, és kötöttek egy üzletet. És ugye Márti főnöke ezt nem hajlandó elfogadni, tehát nem hajlandó belemenni az üzlet első részébe, nem hajlandó elfogadni azokat a feltételeket, amiket már egyszer elfogadott, és hát, ahogy az lenni szokott, a sötét erők szerették kiírni a részüket. Úgyhogy visszatér ez a rejtélyes idegen, ez a rejtélyes hamis kártyás, Mamulian, vagy az utolsó európai, Mr. Whitehead ellen indít egy nagy hajtóvadászatot, és mindenki veszélybe kerül, aki közel áll hozzá, beleértve Martit és Whitehead lányát, Carrie-t is. Kezdjük át a pozitívumokkal. A regény már tartalmazza azokat az elemeket, amiket később Barkertől elvárunk, vagy megszerettünk. Van benne groteszk, testhorror, tabu téma döntögetés, és elég szimpatikusan megírt, érdekesen ábrázolt karakterek. Úgyhogy ami a Korbácsban például nagyon jó volt, az itt is jelen van, csak kisebb dózisban és másfajta tálalásban. Például messze nem olyan véres, mint mondjuk az Abarát harmadik kötete, de azért, ahol vér folyik, ott
ott van vérontás elég keményen. Úgyhogy aki esetleg érzékeny, sőt, tovább megyek, ha szereted a kutyákat, és nem tudod elviselni, hogyha valami rossz történik velük, akkor ne nagyon vedd kezedbe ezt a könyvet, mert van egy olyan jelenet, ahol kutyákat mészárolnak, és az a jelenet, tehát úgy ábrázolta Barker, hogy fájjon. És nagyon is fájt. Nekem különösen, aki szereti ezeket az állatokat. Barkernek, ami nem működött ebben a könyvben, az, hogy mondjam nektek. A Kárhozat egy olyan Clive Barker regény lett, amiről végig azt hittem, hogy Barker igazából Stephen King-et szeretne játszani. Csak hogy amit Stephen King meg tud csinálni, az Barker, legalábbis ebben a formában, szerintem nem tudta hibátlanul megvalósítani. Ez alatt pedig arra gondolok, hogy King nagyon jól tud ugye részletes jellemábrázolásokat festeni, azonban Barkernek ugyanez nem sikerült. Amikor ő próbálkozik, hogy mélységesen a karaktereket bevezesse, tehát hogy egy új karaktertulajdonságot bontson ki, például beszél valakinek a múltjáról, valakinek a hangulatáról, valakinek a drogos vízőről, ilyen is van a könyvben. Barker ezeket mindig akkor lövi el, amikor valami nagyon izgalmasnak kéne történnie. Amikor mi nagyon, nagyon izgalmas jelenet előtt vagyunk az egyik szálon, a másik szálon meg azzal leszünk figyelmesek, hogy valakinek éppen hogyan van szorulása. Most mondtam egy példát. De kb. Ilyen érzés ezt a könyvet olvasni. Vannak benne nagyon izgalmas jelenetek, különösen a vége felé, de ezeket megszakítják hosszas, több oldalon vagy akár fejezeteken keresztül tartó karaktereket, előre mozdító vagy karakterek jelenében bekövetkező változásokat taglaló fejezetek. Aki fogékony ezekre a dolgokra, annak valószínűleg ez nem lesz zavaró. Nekem azért volt zavaró, mert a cselekmény izgalmában nem arról akarok olvasni, hogy éppen ki hogy tép be, vagy éppen ki hogy éli ki a BDSM vágyait, meg ilyenek. Szóval ezt egy kicsit kibalanszolatlannak éreztem, és ezzel össze is tudom foglalni ezt az egész könyvet. Nagyon nincs egyensúlyban. Tehát végig az az érzésem, hogy Barker nem tudta kellőképpen adagolni a történetet, a hangulatot és a karaktereket, hanem teljesen véletlenszerűen jött ki az ezekre szánt oldalszám és szövegrész. És ez egy kicsit elszomorított, talán azért, mert a könyv alapból nem gyorsan indul be. Kapunk egy visszaemlékezést a könyv legelején, amit aztán később megmagyaráz Barker, de nagyjából a 100. oldalig nem történik semmi kifejezetten izgalmas. Tényleg csak a karakterinterakciót látjuk, hogyan próbálnak ezek a karakterek. Egyébként nem rossz karakterekről beszélünk, tehát érdekes karaktereket teremtett Barker, de mert egyébként mindegyikük gyarló valamennyire, tehát egyik karakter sem ártatlan, meg potyolat tiszta. Mondjuk Barkerre amúgy sem jellemzőek ezek a karakterek, de így is túlságosan sok a felvezető, és ahhoz képest relatíve kevés a cselekmény, tehát az egész könyv cselekménye, az én kiadásom olyan 530 oldal volt, és a cselekmény elfért volna kb. Fel ekkora terjedelemben. És akkor még jó indulatú voltam. Úgyhogy ha mindenképpen össze kéne foglalom néhány negatívumot, a cselekmény lassan indul be, kibalanszolatlan, és nagyon sokszor ugrál olyan síkokon, olyan fajta történet szálakon, ami éppen akkor, aktuális pillanatban az olvasót egyáltalán nem érdekli. Sokkal inkább olvas arról, hogyan küzd meg egymással a gonosz, meg a másik gonosz, mint hogy éppen arról olvasson, hogy éppen ki, hogy éli ki a BDSM vágyait, meg mondom ilyenek. Tehát a könyv tele van ilyenekkel, és megnyugtatok mindenkit, aki esetleg a Kárhozattal találkozott volna először, hogy Barker később jobb lett. A Korbács már egy sokkal kibalanszoltabb könyv. Ott is előfordulnak néha túlírtságok, de messze nem ennyire rosszul, mint a Kárhozatban. A Vukol kettőben egy kifejezetten szorosra vett kisregény, az Abarát meg már tökéletesen ki van balanszolva. Úgyhogy én a magam részéről úgy gondolom, hogy nem véletlenül keltett ez a könyv hírverést, amikor megjelent, tehát eléggé mindenki Barkerben látta, még Stephen King is Barkerben látta a horror jövőjét, ami, mint mindannyian tudjuk, nem teljesen valósult meg, mert Barker már nem egy olyan aktív szerző, mint amilyen a 80-as, 90-es években volt, amiatt lényegében a betegsége, lényegében a magánéleti problémáit tehetők felelőssé.
azért rossz regénynek sem mondanám a kárhozatot. Ez egy kompromisszumos könyv, el kell fogadni, hogy kibalanszolatlan, de vannak érdekes karakterei, vannak érdekes ötletei, és a maga korában minden bizonnyal egy nagyon is újító szándékú hangot képviselt vele bárkire, amikor 1985-ben, azt hiszem 85 volt, kiadták ezt a könyvet. Szóval Sassónak is egy a vége. A kárhozat egy érdekes irodalmi próbálkozásnak minősül, ami nem tökéletes, de azért messze van attól, hogy rossz könyvként hivatkozzak rá. Én a magam részéről egy erős közepest adtam neki a saját skálámon, mert tagadatlanul vannak benne nagyon jó ötletek, nagyon jó megoldásokkal. Ugyanakkor a cselekményt, ahogy említettem, nincs egyensúlyban, a maga az egész vezetés lehetett volna jóval elegánsabb, a cselekménynek a vezetése. És hogy őszinte legyek veletek, apró spoiler, egy kicsit érthetőbb és kielégítőbb befejezést sem sajnáltam volna, de ez nem von le többet a könyv értékéről, mint amennyit feltétlenül szükséges. Vannak hibák, vannak erények, de hikás, ez egy első, ez egy nagy írónak az első regénye volt, és ugye elég sok író van, akinek a debütáló regénye nem a legjobb munkája lesz, hanem csak később írja el azt a szintet. És ez a kározatra teljesen alkalmazható. Én ennyi voltam mára, és ezzel a könyvvel le is zárult a Sentinel Horror hónap. Legközelebb megpróbálok valami más dologgal jönni, elég sok könyv van most hirtelen, amit szeretnék bemutatni. Az is lehet, hogy inkább egy kicsit témázgatunk, mert történt azért egy-két dolog még ezekben a koronázott időkben is, amiről érdemes beszélni, indulatok, amik fortyognak a háttérben, meg ilyenek. Úgyhogy ennyi voltam mára, hamarosan újra találkozunk, addig is sziasztok, és olvassatok sokat!